A 70-es Baranya-megyei könyvtárra vonatkozó tárgyi, illetve dokumentumokat begyűjtendően a helyismereti osztályunk munkatársai végezték a feladatoknak az oroszlán részét, és igyekeztünk gyakorlatilag minden olyan eszközt, tárgyat begyűjteni, ami az elmúlt évtizedekben megmaradt még, és a kollégák elmondása szerint gyakorlatilag fiókokba, szekrényekbe, raktárakba még voltak ilyen régi eszközök, amiket a korábbi évtizedekben a könyvtári munka során nap mint nap használtunk. Kollégákkal néztük az eszközöket, és csodálkoztunk azon, hogy milyen dolgokat, tárgyakat használtuk, mint például a stencilezőgép, ugye még annak idején használták a könyvkártyát, amit ugye nyomtatni kellett, azt is stencilezőgéppel készítették, és a poros eszközök fiókokból, raktárakból előkerültek. Az eszközöket azt a könyvtár gyűjteményében, tehát a könyvtár épületéből gyűjtöttük össze, és gyakorlatilag az összes munkatársunk részt vett a gyűjtésben. Mindenki próbált gondolkodni azon, hogy mit lehetne kiállítani, és így igazán egy jó kis közösségi munka alakult ki a kollégák között, hogy ezt a gyűjteményt össze tudjuk hozni. Ben amikor a minisztertanácsi határozat kijött, és meghatározták azt, hogy mekkora állománnyal kell rendelkezni egy megyei könyvtárnak, akkor 15 ezer kötetet állapítottak meg. Jelenleg a Csorbagyőző könyvtárban, mint megyei hatókörülvárosi könyvtárban több mint 1 millió dokumentum van, tehát óriási volt az elmúlt évtizedekben a növekedés, a gazdagodás. Csorbagyőző könyvtárban, mint megyei hatókörülvárosi könyvtárban, nekünk ugye jogszabályi kötelezettségünk a Baranya megyére vonatkozó dokumentumoknak a gyűjtése, így van egy helyismereti osztályunk, egy igen gazdag zene gyűjteményünk a zeneműtárban, ami Budapesten kívül a legnagyobb és leggazdagabb zenei gyűjtemény. Természetesen van több gyerekkönyvtárunk is, ahol a gyerekeket fogadjuk. Már a korábbi évtizedekben, már a 60-as években megjelent Pécset és Baranyában a mobil könyvtári szolgáltatás, ami egyébként nagyon elterjedt a világban mai napig, és akkor nagyobb méretű személyautóval vagy egy átalakított könyvtárbusszal járták a várost, tehát Pécs városát is, valamint a kisebb településeket. Jelenleg a Csorbagyőző könyvtárnak két könyvtárbusza van, az egyiket 2010-ben adták át, a másikat 2014-ben, és jelenleg 67 Baranya megyei településre járunk két heti rendszerességgel könyvtári szolgáltatásokat nyújtva. Ami azt jelenti, hogy dokumentumokat szállítunk ide, van lehetőség internetezésre, folyóiratolvasásra, és természetesen a gyerekeknek és a felnőtteknek is szervezünk programokat a mobil könyvtárbuszon.